Köszöntöm nézőinket Fő utca című műsorunkban. Ma a kórház új fejlesztésével, a Jószolgálati Otthon Mese Szövés című kiadványával és a Dunafer iskola kihelyezett autószerelő oktatásával foglalkozunk. Tartsanak velünk! Csütörtökön Cserna Gábor polgármester, Galambos Dénes országgyűlési képviselő, valamint Mészáros Lajos a Szent Panteleon Kórház főigazgatója közösen adták át az újszülött melegítő és újraélesztő asztalt a kórház szakembereinek. A gépet jótékonysági bálokon és egyéb rendezvényeken befolyt összegből, valamint az önkormányzat támogatásából tudták beszerezni az újszülött osztálynak. Ezek a felvételek még november 10-én a Szent Pantaleon bálon készültek a Dunaújvárosi Egyetem A épületének rendezvénycsarnokában. Mint minden évben, így idén is jótékony célt szolgált az esemény, ezúttal a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályának támogatására fordították a rendezvénybevételét, újszülött melegítőasztalt és egy lélegeztetőgépet kívántak vásárolni. A rendezvényből végül 620 ezer forint gyűlt össze. Ezek a képek pedig már a Fidesz Dunaújvárosi Szervezetének adventi jótékonysági akcióján készültek december 8-án a Corner kávézó előtt. Akkor az esős idő ellenére rengeteg adományozó érkezett, akik felajánlásukat az asztalon kihelyezett gyűjtődobozba tették. Az adományokat pedig idén is a kórház javára ajánlották fel. Évek óta csatlakozom ehhez az eseményhez, úgy gondolom, hogy karácsony előtt az ember lelkének mindig jót tesz, hogyha adakozik, és ez már megszokottá vált az én életemben is. Úgyhogy mindenféleképpen fontosnak tartottam, hogy eljöjjek ma ide. Az ember ahol tud segít, de most jónak lenne jó. A jótékonysági forralt bor és tea árusításon jelen volt többek között Dorkota Lajos, Dunaújváros díszpolgára, és Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője is. Dorkota Lajos úgy véli, Dunaújváros kiváló bizonyíték az emberi összefogás erejére. Meggyőződésem, hogy Dunaújváros élén jár egyébként az összefogásban. Gondolok itt Becsét István vagy a három kislány ügyére is. Tehát a dunaújvárosiak nyitottak, segítenek, támogatnak, és ehhez mi egy lehetőséget biztosítunk itt ma. Cserna Gábor, a Fidesz helyi szervezetének elnöke akkor azt mondta, a hatodik alkalommal megrendezett akció minden évben azonos a Szent Pantaleon bál épp aktuális céljával, és bár a kórház állami intézmény, de Dunaújvárosé. Dr. Mészáros Lajos főigazgató főorvos pedig elmondta, az eszközök értéke együttesen mintegy 1 millió 900 ezer forintba kerülnek. Egy újszülött élesztő asztalt szeretnénk vásárolni, amit részben a lezajlott jótékonysági bál bevételeiből tervezünk megvenni, illetve már meg is rendeltük. Ehhez az önkormányzat ígéretét bírjuk, természetesen még ehhez közgyűlési döntés szükséges, hogy kiegészítsék a teljes összegre, illetve a nemrégiben lezajlott jótékonysági futóverseny bevételeiből egy kiegészítő berendezést vásárolnánk meg ehhez az élesztő asztalhoz, ami az eredeti tervben nem is szerepelt, mert a mi saját régebbi készülékünkkel próbáltuk volna, vagyis akartuk felszerelni, egy újszülött lélegeztető készüléket tudunk abból az összegből megvenni, és kíváncsian várom a mostani gyűjtésnek az eredményét, amit nagyon köszönök a Fidesz helyi szervezetének, és nagy örömömre szolgál, hogy ennyiféle jótékonysági akció van a városban. Ebből az látszik, hogy a város lakói magukénak tekintik ezt a kórházat, és a kórház is mindent megtesz azért, hogy lakosság közeli, barátságos arcát mutassa, és minél teljesebb körülön elégítse ki a Dunaújváros és környéke lakosságának igényeit. Az újszülött élesztő asztal a lélegeztető készülék nélkül olyan körülbelül 1,5 millió forint, és a lélegeztető készülék még olyan 400 ezer forint körül van. Több mint 600 ezer forint gyűlt össze a bálból, 400 ezer körüli a jótékonysági futásból, és a többit pedig még majd meglátjuk. Az adventi jótékonysági eseményen végül mintegy 390 ezer forint gyűlt össze. Itt pedig már december 21-énél járunk, ahol az összefogásnak köszönhetően végül átadták az újszülött melegítő és újraélesztő asztalt a kórház szakembereinek. Cserna Gábor polgármester az átadáson elmondta, az önkormányzat még 500 ezer forintot ad majd a kórháznak, amennyiben a januári közgyűlésen ezt támogatják a képviselők. November 10-én indult ez a nagyszerű történet, ugye november 10-én pénteken az egyetem rendezvény tervében
kórházi már hagyományos, nagyon magas színvonalon megszervezett bájával. Ez volt immár az ötödik alkalom, ahol térségünk vállalkozói, kórházi életrendet, civil szervezetek képviselői, egyházi képviselői, politikai, közéleti szervezetek, sajtómunkatársai, és nem utolsó sorban a kórház vezetői, orvosai, szakdolgozói, ápolói, munkatársai képviselték magukat. Mindannyian, hiszen volt az ötödik alkalom, amikor úgy gondoltuk, együtt úgy gondoltuk, hogy ismétel jót kell tennünk, és jót kell tennünk, ez esetben a kórházért. Minden évben nagyon erős az a célkitűzés, amely mentén ugye megszerveződik a vár. Ebben az évben látható ez a készülőkben, a körömmel látunk, hogy közben meg is érkezik. Önkormányzat számára ezt is mindig hozzáteszem, hogy nem a városi intézménye a kórházunk 2013-ban már elsőtől, de mi a térségi szerepe az egészségügyi ellátásban meghatározó, az a közel ellátott 130 ezer ember, akit ellát más megyékből is, Bácsillet a Tolna megyéből, ezért az önkormányzat mondan ugyanúgy, mint az egyetem, ugyanúgy a kórházunk működése sem egy mellékes tényező. Mindig örömmel állunk főigazgató, illetve a menedzsment kezdeményezései mellé, és ebben a partner a város. Partner a város, mert a kórház az elmúlt években igazolta, hogy miért is súlyponti kórház, miért túl a súlyponti kiemelhető szerepre a tudományosi kórház. A tagja annak az úgynevezett elit klubnak, hogy a Semmelweis Egyetem gyakorló kórházaként, valamint a város és kis fővárosi kórházak között a kiváló városi kórház elismerés, vagy a tavalyi évben, vagy az idei évben is elkezdte számolni a kórház. Sőt, képviselő úr, illetve a dolgotalkalra és elnök úr segítségével az elmúlt években, nyugodtan mondhatom így, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sok uniós, több mint 10 uniós pályázaton szerepelt az intézmény kedvezményezett fényt sikeresen. Gondoljunk a központi műtő, illetve a diagnosztikai blokk kialakításától, a sürgőségellátás fejlesztésén át, a napellenes rendszer telepítéséig, ugye, mint az egyik talán legfrissebb. Na, nézzük a száraz tényeket. Volt ugye a várnak egy tiszta bevétele. A tiszta bevételhez a kérdezőmese szervezete támogatóként hozzájárult egy pár kételetől pénteken tartott rendezvényel, egy közel 400 ezer forint bevétele. Gazdasági gazdatlan munkori tájékoztatása, közmeghallgatása, ugye arról szólt, hogy más támogató is volt, ezt is azonban fogadtuk. Így főigazgató tájékoztatása alapján maradt a fennmaradó összeg, melyre be is érkezett a kórház kérelme, hiszen egyeztetjük, itt jön be a partnerség szerepe, hogy az önkormányzat ezt a különbözetet egy januári közülési döntéssel, vagy januári rendes közülésen bizony lenne, hogy bölcs döntést hozva támogatóan fog szavazni. A január közülés főigazgató úr egyébként 25-én lesz. Január 25-én. Az elmúlt hetekben még külön örömömre szolgált, hogy ugye karácsony alatt megszokott, hogy Dunaves egészségügyi díjat adunk rá. Az idei megutó Markovics Gabriel kórház főorvosa, Dr. Máté Ágnes igazgatónő, korábbi igazgatónő, sürgőségi betegellátó osztály, osztályvezető főorvosa, valamint egy kollektíva, hiszen rendben értelmű, hogy kollektív és közösség is kaphatja, a traumatológiai osztály kollektívájára. Tehát egyedül is igazgatónak. Külön öröm számunkra, hogy a fülorvégészeti osztály az elmúlt időszakban egy új VIF kiemelt ellátást nyújtó szobát, vagy komfortot nyújtó szobát tudtak átadni a kórházban. Pedagógusként nagyon fontosnak találom, hogy az idejében is a társadalmi közösségvállás egyében, jól mondom, akkor tehát elmúlt héten a Bánkinomát középiskola diákjai jártak az intézményben, és a tavalyi évhez hasonlóan a fülorvégészeti osztály gyerek, kisgyerek betegeit látogatták meg díszletre, illetve ajándékokkal. Pár hete valamelyik szombati napon volt ugye az adventi jótékonysági futás a triatlonisták szervezésében. Ez a jótékonysági futás ugyan nem ezzel az eszközzel, amit van előttünk, nem ezzel az eszközzel függ össze, de mégis abszolút jótékonysági célt szolgált, hiszen gazdagított a kórház eszközparkját azzal, hogy az eszközpark az intézőjelben, hiszen a gyerekosztály kisbetegei kapta tárgyalányítós járgyalatot.
összefogásban a kórház, de úgy érzem, hogy az elmúlt évek esetleg igazolták, hogy a város civil közössége, a város polgárai, ez a térség, önkormányzatai, a térségben élők is. Bármilyen jótékonysági ügy gondolunk a három gyermek segítésére, vagy éppen Pecsét István gyógykezelésére, a térségben erős, és mindig felsorolhozzuk a nemes szélyok mellé. Azt felelősséggel mondhatom, hogy önkormányzatunk a jövőjében, hiszen zárul a 2017-es úgy naptári, mint költségvetési év is. 2018-ban szintén a költségvetési forrása függvényében örömmel és lelkesen fogja támogatni. A szülészeti osztályon az elmúlt években komoly korszerűsítéseket és felújításokat hajtottak végre. Új kórtermeket, öltözőszobákat is kialakítottak. Az új eszköz pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az édesanyák biztonságban érezhessék gyermekeiket a születés után. A kapott készülék helyettesít egy régi, körülbelül 20 éves készüléket, egy olyan asztal, ami melegítve van, és azonnal, ahogy világra jön az újszülött, ezen az ágyon, ezen a készüléken kapja meg az első ellátást. Dr. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója, hálás volt a jótékonykodók segítségéért. Az újraélesztő és melegítő asztalt fontosnak tartották minél hamarabb beszerezni. Egy korábbi eszközfejlesztésben a szülőszoba felszerelése is megújult, a szülőágyak, lámpák, egyebek. Ez az egy készülék még nem fért bele sehova, úgyhogy ezt az egy készüléket kellett még beszereznünk, és erre rendeztük meg ősszel a szokásos jótékonysági bált, majd kedvet kapva más jótékony akciók is rászerveződtek erre, megköszönve a város és a civil szervezetek támogatását. Végül összejön ennek az eszköznek is az ára, a végső kiegészítés pedig Dunajváros önkormányzata fogja megtenni, de mivel sürgősnek láttuk a beszerzést, ezért mindjárt be is szereztük ezt a készüléket. Az átadáson jelen volt Galambos Dénes, térségünk országgyűlési képviselője is, aki szerint a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája valósult most meg, amely azt szolgálja, hogy a kórház komfortfokozatát növelje. Ahogy már többször elmondtam, de szeretném ezen az eseményen is hangsúlyozni, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak egy olyan szép példája valósult meg ismét, amely ahhoz járó hozzá és azt szolgálja, hogy a kórház azon részlegeinek a komfortfokozatát fokozza, ahol szükség van, vagy ahogy most mondtam a mai alkalommal, a régi eszközt felváltó vagy kiegészítő és a biztonságos több eszközös működés lehetővé tevő formát is szolgálja. Magyarán ezzel az eszközzel egy nagyon korszerű, a mai követelménynek megfelelő olyan ellátásban részesülhetnek az újszülöttek, amely minden szülésnél biztonságos és az induláskor már egy jó hátteret biztosító eszköz. Én azt gondolom, hogy ehhez a bálon résztvevők, az adománytevők, a vállalkozások és maga az önkormányzat is összefogott, és ennek keretében az eszköz beszerzése 1.600.000 körüli nagyságrend volt, és a hozzá kapcsolódó monitor és kiegészítőkkel együtt 1.998.000 közel 2.000.000 forintos nagyságrend. Köszönjük az adománytevőknek, köszönjük azoknak, akik ezt a folyamatot elindították, és azt gondolom, hogy polgármester is jelezte a mai sajtótájékoztatón, folytatjuk a következő évben is, és arra mert nagyon büszkék vagyunk, hogy egy akkora kört tud most már Dunajvárosi Kórház ellátni, amely mintegy 130.000 polgár ellátását biztosítja. Ebben most az újszülötteknek nagyon fontos szerep jutott, és örülünk annak, hogy növekedő születésszámmal számolunk. 2018 a családok éve, ebben a körben is sikerült egy új eszközzel hozzájárulnunk a születendő gyermekek ellátásához, nagyon boldogok vagyunk, és szeretném megköszönni még egyszer az adományokat. Az újszülött élesztő és melegítő asztal a legjobb helyre került. Galambos Dénes és Cserna Gábor is hangsúlyozta, hogy továbbra is folytatják a kórház támogatását.
Kökényesi Márta pszichopedagógus, pszichodráma vezető kezdeményezésére készült el az a mesekönyv, amelyet a Jószolgálati Otthon Közalapítvány lakói írtak. A kötet a Meseszövés címet kapta, melyet december 15-én mutattak be. A Meseszövés című könyvet még tavaly kezdték el megírni a Jószolgálati Otthon lakóival. A címe is arra utal, hogy a történeteket láncszerűen alkották meg. Az ellátottak mindannyian hozzátettek egy-egy történethez olyat, amit szerettek volna, vagy éppen saját magukat. A mesekönyv illusztrációi pedig Smuk Imre közreműködésével készültek el. Az ötletet tudom, hogy honnan indult, ugye ez ilyen készség és képességfejlesztés itt a Jószolgálati Otthonban, és akkor a Kökényesi Márta megkérdezte, hogy lenne ékedvem, hogy ezt a tervet, elképzelést ugye realizálják, hogy a meséket maguk, részben maguk illusztrálják. És mondtam, hogy természetesen, mert volt időm rá, és akkor rendszeresen hetente jöttem, több héten keresztül, és akkor sorba mentünk, és végig dolgoztuk a meséket, és rettentően élveztem, mert fantasztikusan jó ötleteik voltak. És igazán csak ilyen technikai segítségek kellettek, hogy most jobb lenne azt a fát egy kicsit jobbra helyezni a figurához, vagy a másik figurát egy kicsit eltolná, vagy ugye a ház belsőnél, hogy kicsit mondjuk az arány az nagyobb legyen, de az összes többit a színvilágtól kezdve ők találták ki, és hát ugye ami számomra döbbenetes, hogy egészséges ember módjára csinálták ezeket a dolgokat, és nagyon jó szót tudtunk érteni, és élveztük is, és nagyon sokszor meglepődtem, mert olyan dolgok rá figyeltek, vagy olyan dolgokat jelenítettek meg, ami például nekem abban az adott esetben nem is jutott eszembe, tehát egy kicsit kölcsönösen is inspiráltuk egymást, úgyhogy én nagyon élveztem. És hát meglett a szép eredménye is, mert valóban nagyon parádés ez a kis könyvecske, és bátran fölvállalhatja a Jószolgálati Otthon. Azt is hallottam, hogy tervben van esetleg egy következő, és hogy ahhoz is nagyon szívesen adná a munkáját, illetve a nevét. Tényleg ennyire jó időtöltésnek tartotta ezt a folyamatot? Igen, mert végül is ugye itt, hogy mondjam, akik rajzolták, ugye a saját inspirációjukat próbálták meg képileg összerakni. Hát ez most illusztráció, tehát nem kívánja senki, hogy egy évszázadig fennmaradó műalkotás legyen belőle, hanem egy inspiratív illusztráció, és tehát amire idézőjelben kölcsönösen elfáradtunk volna, arra az adott történet létre is jött, illetve illusztrálva lett, úgyhogy nem volt unalmas, és nem volt fárasztó, és egyébként meg rendkívül szeretetre méltóak, és kedvesek a gondozottak, úgyhogy nagyon szívesen jövök, hogyha esetleg ennek az ötletnek vagy a könyvnek folytatása lesz. Először találkozott velük? Nem, hát ugye amikor én még aktív dolgoztam a Bartókban, akkor is felkértek ugye az úgynevezett Jószolgálati Hét keretébe, csak ahogy az ajánlásomban is írtam, ugye akkor egy-két órát jöttem, akkor inkább ilyen mozgásművészeti színházhoz kapcsolódó dolgokat csináltunk velük, de most miután ugye több a szabadidőm, most vállalni tudtam azt, hogy több héten, két hónapon keresztül tulajdonképpen minden héten egy nap jöttem, és akkor elkezdtük végig a 25 történetet feldolgozni. És nem ismerkedtek ők nehezen önnel, vagy amiután megismerték, nem alakult ki bennük egyfajta hiányérzet, hogy már nem jön többet? Hát volt olyan, hogy utcán találkoztunk, és kérdezték, hogy mikor jövök, meg nagyon jó érzés, hogy megyek az utcán, és akkor hátulról előznek, és akkor rám köszönnek, vagy mert utca másik oldaláról kiabálnak, hogy mikor jövök, szóval na, jó, 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 de... Jó érzés.
Kökényesi Márta 3 évvel ezelőtt kezdett el önkénteskedni a Jószolgálati Otthonban. Ekkor csoportos és egyéni fejlesztéseket is végzett az ellátottakkal, így gondolt arra, hogy a meseszövés egy nagyon jó technika lehet a beszéd, illetve a gondolkodás fejlesztésére is. Hát ez onnan indult, hogy 3 évvel ezelőtt én elkezdtem önkénteskedni itt a házban. Ebben a házban is, meg a másikban is. És mivel pszichodráma vezető vagyok, meg fejlesztő pedagógiával is foglalkoztam, hát ezt ötvöztem, összeraktam, és így lett csoportom mind a két házban. Aztán eltelt egy év, és szükség volt itt egy olyan szakemberre, aki egyéni fejlesztést és csoportos fejlesztést is csinál, és akkor itt szólt a Rózsa, hogy jöjjek be. És ez azt jelentette, hogy gyakoribbá vált az itt létem, igaz csak heti 14 órában, tehát nem teljes munkaidőben dolgozom, de nyugdíjasként én már ennyit vállaltam. És hát sokat gondolkodtam azon, hogy mit és hogyan csináljam a csoportos fejlesztés és az egyéni fejlesztést. És mivel mindenkinek itt szüksége van a beszédfejlesztésre, a meseszövés mint módszer merült föl bennem, és ezt nagyon-nagyon örömmel vették, tehát nagyon tetszett nekik az, hogy alkalmanként, ha nem is minden foglalkozáson, de alkalmanként hát egy produkció született, egy produktum történt ott a foglalkozások végén, amikor már olyan állapotban voltak, hogy kedvük is sokkal jobban volt ahhoz, hogy a fantáziájuk mozogjon egy kicsit jobban, és aztán amikor először nem írtam le, hogy mit mondanak, aztán elkezdtem írni. Na hát ez már nagyon érdekes volt, hogy ennek nyoma marad. Aztán ha már írtam, akkor eszembe jutott, hogy hát miért ne legyen ebből egy könyv. És amikor én ezt kimondtam az első alkalommal, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha ebből egy könyv születne, na hát természetesen lendült egy kicsit a motiváció, még nagyobb kedvel láttak neki. Nagyon sok képességet fejleszt ez a módszer, és annak sem könnyű, akinek megvannak a képességei, akinek meg nincsenek meg, azoknak meg lehet kialakítani. Ebben a könyvben szerepel egy mondat, hogy és akkor az történt, hogy. Ezt azért találtam ki, mert többen voltak olyanok, akik nem tudtak mit mondani. És hogy ne legyen kellemetlen a várakozás, meg ne legyen rossz érzés, hogy ő csendbe marad. Ezért ezt lehetett bárkinek bármikor mondani. És jópofák voltak, mert mikor mondtam, hogy ehhez egy mozdulat is milyen jó lenne, akkor kitaláltak hozzá egy ilyen, és akkor az történt, hogy próbálkoztunk már egy kicsit ilyen playbackes módszerrel, de ettől még egy kicsit távol vannak, még sok mindent kell megtanulni ehhez. Kecskés Rózsa szerint jó dolog az, hogy a meseszövés közben folytatni tudták egymás gondolatait, és végül egy mese kerekedett belőle. Smuk Imrének és Kökényesi Mártának pedig hálás a munkájukért. Mi általában nyitottak vagyunk minden újra, és nagyon örülök, hogyha meg is tudjuk mutatni azt, hogy mit tudnak a mi fiataljaink. És hát ebben tényleg önálló munkájukkal itt jeleskedtek, és meg is tudták mutatni. Jó dolog az, hogy ők a sajátos világukkal és az érzéseikkel ott vannak, jelen vannak. És lehet, hogy nehéz elfogadni azt, hogy, és nekem is nehéz volt elfogadni azt, hiszen sokkal szebben, érzékeletesebben beszélnek, hogy a meseszövés még egy ilyen kis rövid kunkorira sikeredett, de az, hogy ők egymásba tudtak kapcsolódni, és a másik után tudtak mondani egy újabb mondatot, és ebből egy mese kerekedett. Az egy nagyon nagy teljesítmény. Gyógypedagógusként azt tudom mondani, hogy ez egy olyan képesség, amit tényleg a Márti tudott kialakítani bennük. A figyelem, a ráhangolódás, az a munka, amiben együtt lettek csoportként, és így kerekedett egy mesévé a munkájuk.
az, hogy hozzá még jött Imre, aki nagyon lelkesen mindenféle trükkel motiválta őket abban, hogy hogyan lehet ezt megjeleníteni. Nagyon sok ötlet kellett ahhoz, hogy tényleg ilyen színes képek készüljenek. Az elsők azok kis bátortalan grafikai firkálások, kezdemények voltak, és ezek a nagyszerű alkotások már az ő munkálkodásának az eredménye. Így jött így össze ez, és így lett kerek, és így lett nagyon szép, és a miénk. Tényleg gyönyörű szép rajzok vannak benne, és azt gondolom, hogy a rajznál azért kevés dolog tudja jobban kifejezni, hogy valaki éppen abban a pillanatban mit érez és mit gondol, és tényleg azt látni a rajzokon, hogy óriási szeretettel és izgalommal készültek, és most a felolvasáskor is annyira boldog volt mindenki, hogy hallotta, hogy ott volt az ő mondata is, tudta, hogy melyik az ő mondata, olvasta akár, hogy az volt az ő mondata, és hatalmas büszkeséggel töltötte el őket. Miért fontos nekik, hogy ilyen nagy sikerélményeket tudjanak magukénak az életben? Mert itt van a szívük és a lelkük, így tudják megmutatni. Lehet, hogy a beszéddel kevésbé, de így együtt mindennel ők, és így ők igazán. Mennyi pénzből valósult ez meg, illetve mennyi volt a saját befektetett pénz, mert hogy hallottuk, hogy nem volt olcsó, és a fele sem volt az, amennyi támogatást össze tudtak gyűjteni erre, illetve hallottam, hogy terveznek még ilyet a jövőben, és hogy tudnak segíteni az emberek abban, hogy megvalósulhasson. 250 ezer forint önkormányzati támogatást kaptunk a pályázatunkkal, és ez egy nagyon jó dolog, mert hát enélkül nem tudtuk volna megvalósítani, és a másik részét majdnem ugyanennyi összeget a közalapítvány tett hozzá. És azóta is sem állt meg az élet, és folyamatosan tovább szővik a mesét, és ezért gondoltuk azt, hogy a jövőre készülve adományokat fogadunk el, azért, hogy megvalósulhasson a második kiadás, amit én úgy gondolok, hogy már sokkal fejlettebb és továbbfejlesztett lesz, mint ez a könyv. A Meseszövés című könyv bemutatóján egy színtársulat egy-egy jelenetet játszott el a műből, amely az ellátottaknak hatalmas élmény volt, hogy láthatták a meséjüket megelevenedni. A délutánt dedikálással zárták, számos szerző írhatta rá a nevét a kiadványra. A könyveket egyébként mindkét intézményben meg lehet vásárolni, az összeget adományként kezelik. Kihelyezett szakmai tanórát tartottak a Ford Máténál a Dunaferi iskola autószerelő szakos diákjainak. A karrierprogram célja a diákok gyakorlati képzésének elősegítése. A program során az autószerelő tanulók gyakorlatorientált, elméleti tudást kaphatnak az Autó Máté Kft. Dunaújvárosi szervizében. A tanórát pedig a Ford szakoktatói tartják. A Dunaferi iskola autószerelő szakos diákjai szakmai órán vettek részt a Dunaújvárosi Autó Máté Kft. És a Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. Közös együttműködéseként kialakított karrierprogramon. Ennek célja, hogy a tanulók megismerjék az autógyár által használt innovatív technikákat, amely elősegíti gyakorlati képzésüket. Néhány hónapja indult útjára a karrierprogramunk, amelyek egyik legfontosabb célja az, hogy a tanulóink ismereteit el tudjuk mélyíteni. Ennek a programnak, illetve ennek az együttműködésnek több résztvevője van, az Autó Máté Kft., a Ford Magyarországi képviselete, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeként a Dunafer iskola. Az együttműködés, amikor útjára indult, akkor az alapkövet, amikor letettük, akkor összesen 7 komponensben gondolkodtunk, 7 komponens adja a fejlesztési területeknek a nagy részét. Ez a 7 komponens, ez jelent egy tananyagfejlesztést, jelent egy kihelyezett tanórát, jelent egy módszertani továbbképzést, egy elektronikus tananyagfejlesztést. Tehát jól érzékető az, hogy a Ford abban gondolkodik, hogy nem csak az elméleti, hanem gyakorlati ismereteket is elmélyíteni tanulókban, illetve nem csak a tanulókat képezni, hanem a tanárainkat is. Valamikor szeptember közepén végén indult útjára ez a program, indult útjára,
Én azt gondolom erről, hogy ezt a szekeret nem csak meglökni kellett, hanem mozgásban is kell tartanunk, és azt látom, hogy az én kollégáim, a Automatic Kft. És a Ford rengeteg erőt tesz ebbe. Ez a program ez valóban nem csak elindult, hanem meg is valósul. Ennek egyik, ahogy fogalmaztam, egyik komponense és egyik eseménye ez a mai nap. A Dunafar iskola intézményünk tanulói, két osztálya autószertanulói itt vannak, az Automatic Kft. Telephelyén, szervizében, és a Ford oktatói szakemberei tartanak számukra egy elméleti képzést, vagy gyakorlati oktatást. Évek óta látjuk azt, hogy a szakképzés nem mindig olyan erős, hogy meg tudja, pályán tudja tartani a diákokat. Emellett láttunk néhány hiányosságot is. A korszerű technikákat nem feltétlenül ismerték a diákok, és összességében a számuk, tehát azoknak a diákoknak a száma, akik végeznek egy adott évben, az nem mindig volt elegendő ahhoz, hogy a szervizeknek az utánpótlását biztosítani tudjuk. Ez nem csak ránk jellemző sajnos, általában az autóiparra, de természetesen kicsit kitekintünk, akkor Magyarországon ma ez egy viszonylag általános probléma, a szakemberhiány. Ezt úgy gondoltuk megvalósítani, hogy egy Ford Karrier Program nevű programot dolgoztunk ki, amiben ez az egyik elem, hogy életszagú, kihelyezett tanórákat tartunk a diákoknak, ahol első kézből szedhetik össze azokat az információkat, amelyek az aktuális technikai színvonalat képviselik. Melyek azok az új irányvonalak, kihívások, amelyeknek meg kell felelni? Óriási energiákat kell ebbe belefektetni. Valóban nagy a fejlődés. Minden nap nekünk is komoly időt veszel az, hogy az aktuális irányokkal képben legyünk, megismerjük ezeket. Kettőt emelnék ki ebből. Ez az elektromos autózás, ami elég erősen beindult. Nem minden része látható még a köz számára. A fejlesztő irodákban folyik most olyan tevékenység, ami pár éven belül az utcákon is látható lesz. Nagyon nagy energiákat fektetnek bele, pénzt, munkaerőt hihetetlen mennyiségben, és ehhez közvetlenül kapcsolódik a másik terület, ami pedig az önvezető autó, vagy az autonomous driving, ahogy ezt az angol terminológia használja. Ez egy kimagasló terület, ami óriási szürke állományt igényel. Az autók rendszerei azok nagyon-nagyon magas integráltságúak, tehát az összes részt egy közös számítógép felügyeli, tehát minden részt ismerni kell ahhoz, hogy az autó egészében bármilyen beavatkozást tudjunk végezni. Elsősorban az önvezető autók azért az elektromos autókból fognak kikerülni, de nagy részt az úgynevezett hibrid autók, tehát a kettős üzemanyagot, tehát egy fosszilis folyékony tüzelőanyag és az elektromos áram, a hajtó energia, ezek még az, ami fontos és a jövő szakemberei számára nélkülözhetetlenek. Ifjabb Máté Márton, a Karrier Program ötletgazdája, az együttműködés előzményeit ismertette. A Ford, mint egy globális piacon meghatározó autógyártó első emberei mondta azt nemrég, hogy az autózásban a következő 5-8 évben akkora változás fog bekövetkezni, mint az első belső égésű motor sorozatgyártása óta a mai napig megtörtént. Én azt gondolom, hogy felelős piaci szereplőként ezt egy nagyon komoly intelemnek kell vennünk, és már azonnal meg kell kezdenünk azokat a lépéseket, ami erre a jövőre készíti fel cégünket, a jövő munkavállalóit és eleve az autós piacot. Ebben a Ford Magyarországon egy olyan központtal rendelkezik, amelyik több országot vezényel, és megvolt bennük az a támogató készség, hogy emögé gyártói szinten odaálljanak, és közösen egy Ford Karrier programot indítsunk el, és külön örülünk, hogy ez Dunaújvárosban sikerült az elsők között megvalósítani. Ehhez milyen fejlesztések, beruházások voltak szükségesek, illetve mi az, amit még tervez itt a Dunaújvárosi telephely? Ez az iparág, ez egy folyamatos fejlesztést, investíciót igényel. Maga a Karrier program is olyan demonstráló eszközöket, oktatásokat, képzéseket igényel, mint például ugye mai nap is. Itt vagyunk egy olyan oktatáson, ahol a Ford szakemberei a legújabb technológia elméleti, majd gyakorlati hátterét is mutatják be. A srácok itt fognak
év motorját szétszerelni, átbeszélni, mitől több az, milyen újdonság van benne, ami a korábbi években még nem volt megtalálható a motorokban. Tehát ez azért egy nagyon komoly fejlesztő, előkészítő, demonstráló, bemutató beruházást igénye. Ennek külön kiemelném azt a ráfordítást, időt, energiát, hiszen a Ford fejlesztő, illetve műszaki igazgatói szinten foglalkozik és fordít erre olyan energiákat, ami pedig nyilván az ő idejük is, energiájuk is elég véges, de olyan kiemelt szerepet szánnak ennek a programnak, hogy ezt az elsők közé priorizálják. Becsatlakozhat ide a Dunaújvárosi képzésbe esetleg más iskola is? Igen, mindenképpen komoly erőt fordítunk arra, hogy már az általános iskolás szereplők között is próbáljuk egy picit a szakmát, a mobilitást és az autózást népszerűsíteni. A fiatalok ugye egy pályaválasztói döntés előtt állnak az általános iskola vége felé, és azért elég kevés információval rendelkeznek. Ezzel szemben egy meghatározó döntés az, hogy milyen szakma felé orientálódnak. Mi ehhez kívánunk olyan demonstráló, szemléltető, példákkal alátámasztott utakat vizionálni, amire, hogyha van érdeklődés, affinitás, akkor utána tudnak járni, és megalapozottabb döntést tudnak hozni. Tehát ilyen szempontból a kérdésre válaszolva azt hiszem, hogy van annyira szerteágazó ez a terület, hogy igen, itt nagyon sok mindenkinek van, lehet ebbe szerepe. Én azt gondolom, hogy a karrierprogram egy nagyon komoly lehetőség. Tehát egyrészt a fiatalokat biztatom, hogy akinek van erre affiníciója, és úgy gondolja, hogy ő a jövő autózásában szeretne szakértő lenni, érdeklődjön felőle, az iskolánál, intézményünknél, cégünknél erre lehetősége van. Nyilván minden lehetőség befektetett munkát, energiát igényel, és mindenki ugye a saját sikerének a kovácsa, senkinek nem fog ez az ölében hullni, de biztatom, hogy válasszák ezt, döntsenek emellett, és dolgozzanak megérte, mert akkor egy sikeres szakmai jövőkép állhat előttük. A tanulók jelenleg e-learning tananyagon keresztül sajátítják el az elméleti ismeretek egy részét, a pedagógusok pedig tanári workshopokon belül bővítik szaktudásukat. Hingyi László önkormányzati képviselő elmondta, 2 évvel ezelőtt került szóba először egy az önkormányzattal való megállapodás az Automáté Kft-vel, elsősorban a szakképzett munkaerő utánpótlás reményében. Ezt a lehetőséget használják ki, esetleg tanácsolhatják a gyermekeiknek ezt a szakmát. Ez is egy nagyon szép fejlődő, ugye előttünk van az elektromosságta, elektromos kocsiknak a jövője, ezekhez is új szakemberek kellenek, és ennek is a képzését már most el kell kezdeni, hogyha tudják szervizelni. Nem beszélve arról, ugye, hogy ezt tudni kell, gazdaságilag is egy nagyon jó dolog a Fordnak a szerepe Magyarországon, mert neki nem csak az egyetlen van autógyár a nagyok közül, akinek nem gyára van, hanem viszont nagyon sok magyar cég, magyar tulajdonú, magyar munkásokkal dolgoztat, és az államnak nagyon sok bevételt hoz ez adóilag és foglalkoztatottságban is. Ezt ők szeretnék továbbképezni. Az Automáté Kft. Dunaújvárosi szervizébe kihelyezett tanórákat a Ford szakoktatói tartják. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss közéleti magazinnal jövő héten pénteken jelentkezünk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.